Hallom az óriás részleg a tatánál. Luda. Hát nem tudom, hogy kell, hogy fognak ez a dolog. Hello? Kilakoltatásra jöttél? Mit, megvédeni a családot? Nem, nekem ez a dolgom, hogy csak jöjjek. Ja, hogy csak jöjjek. Én nem szólok semmiről vele, majd az őgrehajtó, illetve a rendőr. Ja, mint karhatalom miatt jöttél? Vagy te vagy a lakatos? Igen. Ja, én lakatos. Mikor érjük már el, hogy Magyarországon is azt mondják, hogy szó nem lehet róla? Nézd, nem én mondom azt. De ha mindannyian azt mondjátok? Tehát azt mondjátok, hogy szó nem lehet róla, hogy bárkit kitegyünk a házából, mint a spanyol lakatosok. Ott a tűzoltók is azt mondták, hogy... Én sem tenném ki egyetet. De ha én nem csinálom, kiteszem el. Hát ez kell, hogy mindenki azt mondja, hogy figyelj. Nem, tehát nem csinálunk ilyet. És akkor onnantól kezdve teljesen rendben van a történet. Költöztetők ugyanez. Most voltunk Pesten, múlt héten, ahol jöttek befalazni a lakást. Azt mondja mindenki, hogy mondja. Sokan van, rendben. Persze, azért mondom, hogy ezzel lehetne ezt megoldani. Hogyha mindenki abba hagyná és azt mondaná, hogy figyelj, ez egy akkora hatalmas átverés, ami most az országban folyik, hogy bizony, amíg jogileg nincs rendezve, addig nem működünk közre. De ugyanaz igaz a rendőrségre is természetesen, tehát nem csak rátok. Rendőrségre, végrehajtókra. Ha én nem csinálom, akkor nagyon egyszerű történet. Csinálja más, ellenben engem jóval aggódnak és kirúgnak. Ezért mondom, hogy azt kell, hogy senki ne tegye. Hát jó, te tudod, ha egy ember elmegy, jön helyette hat. Amíg hagyjuk. Tehát azért működik ez így. Hát azért lehet mondjuk a Mercedes gyárba ébényre dolgoztatni az embereket, mert megy helyette hat. Ha azt mondaná mindenki, hogy figyelj, már pedig a mi munkánk ugyanannyit ér, mint egy német ember munkája, akkor ezt egy hétig kellene csak mindenkinek sztrájkba lenni. És vége a történetnek. És akkor nem fog ez a pár száz mocsok uralkodni itt a 10 millió emberen. És onnantól kezdve rendben a történet.